közigazgatásilag a 8000 lakosú Tolnához tartozik a közel 4000-es település rész Mörzs. Tavaly novemberben az akkor sem kisforgalmú posta bezárására került sor. Ezt a döntést energiatakarékossági okokra hivatkozva tették meg. Kezdetben ideiglenes szüneteltetésről volt szó, de a társaság ez év elején jelezte, nincs lehetőség a bezárt fiók újraindítására. Akkor embert próbáló feladat hárult a tolnaiakra is, az ugrásszerű forgalom növekedés miatt. Ám nem csak ez bizonyult jelentős problémának, de az itt élő idős emberek sem tudtak egy csekk befizetése miatt kilométereket buszozgatni. Ők nem az online átutalások korában születtek, így nagy nehézségekbe került mindenki számára az átállás. Ezt a helyzetet elégelte meg a régi posta közvetlen közelében működő mörzsi gazdabolt vezetője, Hók Norbert. Egyéni vállalkozó vagyok, ezt a kis gazdaboltot vezetem, és hát februárban kezdtük el ezt a dolgot szervezni. Ugye nagyon sok papírmunka árán ez gyakorlatilag mostanra jött létre. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy igény lenne rá a faluba, tehát az emberek nagyon várják, a mörzsi emberek, hogy ez a dolog elinduljon. Ugye elég sok az idős, nehezen jutnak be Tolnára, és gyakorlatilag emiatt úgy gondoltam, hogy megpróbálkozunk vele. Reméljük, hogy jó döntés volt. A Magyar Posta ZRT februárban meghirdette a partner programját, amelynek lényege, hogy vállalkozások, boltok is részt vehetnek az alapszolgáltatások biztosításában. Erre jelentkezett az egyéni vállalkozó. Hosszas tárgyalások, egyeztetések után június 28-án kötötték meg a szerződést az állami szolgáltatóval. Ezután pedig egy kéthetes tanfolyamot kellett elvégeznie. Hát nagyon örülünk, hogy itt megnyílt a posta, már nagyon vártuk. Nagyon sok az idős ember. A tolnai posta nagyon messze van. Annyira, hogyha busszal is utaznak be az emberek, messze van a megállótól a posta. Én kerékpározok, szerencsére én még tudok kerékpározni, de nagyon sokan nem tudnak, ugye baj van a tétkalácsa, egészséges, stb. Úgyhogy rettenetesen örülünk, hogy van itt posta, nem kell bebiciklizni, nem kell besétálni, nagyon vártuk már, hogy legyen. A postai technika és a betanulási folyamat után szeptember 7-én a lakosság nagy örömére újra kinyitott a posta, már megújult helyen.